Szombaton Hungary 68. versenynapja a Dominikai Köztársaságból. A verseny összdíja 30 millió forint. Sajnos nem múltak el nyomtalanul az elmúlt napok, elmúlt hetek csatározásai, nagyon komoly meccseken vagytok túl, és hát azért ez árat követel. Egyrészt ugye a tegnapi meccsen, a saját futamában Lilko megsérült, és először azt gondoltuk, hogy nem olyan nagy a baj, de aztán az orvosi vizsgálat alapján rögzíteni kellett a kezedet, Lilko. Egyrészt hogy vagy? A körülményekhez képest szerencsére jól vagyok. Azért aggódom, hogy mi a pontos diagnózis, mert nem vagyok bizakodó ezzel a sérüléssel kapcsolatosan. Igen, az orvosi diagnózis jelen pillanatban az, hogy jó néhány napon keresztül ennek a rögzítésnek a kezeden kell lennie, és utána látni fogjuk a továbbiakat, de ők pozitívak és bizakodnak abba, hogy ha napok pihentetése és a rögzítés után levesszük azt, ami rajta van, akkor fogsz tudni játszani. Természetesen, amíg ez a kezeden van, addig nem versenyezhetsz. Ez egy nagyon jó hír, ennek nagyon örülök, úgyhogy most már én is próbálok pozitívan állni a következő dolgokhoz. Fáj egyébként? Igazából, amikor figyelek rá, és úgy mozdítom, megtartom, akkor nem, de amint egy picit mozgatom, akkor azért érzem, hogy valami nem oké, és ott a kézközépcsontomnál. Tessék pihentetni. És ugye folytassuk a sort, a kéket sem kíméli a baj. Csepelte, tegnap este kimentél a táborba. Ahogy tudom, elbotlottál, fölszakadt a lábad, és több öltéssel össze kellett varni. Igen, sajnos tegnap sikerült meglátogatnom a kórházat, és tényleg valóban így történt. Kimentem az éjszaka, kicsit kómás fejjel, és én úgy gondoltam, hogy a természet lágyul, én végzem el a pisilésemet. És kicsit szorosabb barátságot kötöttem egy sziklával. Ez lehet, hogy viccesen hangzik, de én nagyon szomorú vagyok, hogy 3-5 és lett a vége. Rajtad kívül még szerintem mi szomorúak vagyunk, mert az orvosi döntés az, hogy egészen addig, amíg ez rendben nem jön, te is jó néhány napra a padra kényszerülsz, nem engedik, hogy fussál ezzel a sérüléssel, meg kell várni, amíg begyógyul az a sem. Rendben. Na és a sor ezzel még mindig nem zárul le, ugyanis talán emlékeznek rá, a hétfői versenyben a saját futama után Suti Andris rosszul érezte magát, be kellett vinni a klinikára. Aztán visszajött még a verseny végére, de hát akkor se néztél valami jól ki, Andris, ez igazság, tehát látszott rajtad, hogy nincs minden rendben. Ezt követően komolyabb orvosi vizsgálatokat végeztek, és tegnap este érkeztél vissza a csapatodhoz. Egyrészt hogy vagy? Köszönöm szépen kérdésedet, Laci. Egy fokkal jobban vagyok. Motivált az, hogy visszaérkezhettem a csapathoz, és hogy milyen örömmel fogadtak, de érzem, hogy még nem vagyok 100%-os. Tudom, hogy nincs még minden rendben. Figyelj, ezt komolyan mondom neked, most mindentől függetlenül úgy tűnik, nem tudom, hogy alátámasztjátok, mintha lefogytál volna egy pillanat alatt. Igen, én is érzem magamon, kicsit erőtlen vagyok, és talán egy pár kilót le is adtam. Igen, na most ehhez képest ez túl gyorsan történt. Elmondom, hogy mi az, amit megtudtunk. Ugyanis még az éjszaka folyamán hasi fájdalmakra panaszkodtál a verseny után. És ennek alapján kezdtek el vizsgálni az orvosok tüzetesebben, hogy megállapítsák, hogy valójában mi a baj. És kiderült, hogy egy komolyabb vese problémával nézel szemben. Méghozzá annyira komoly, hogy az orvosok azok úgy döntöttek, hogy semmi esetre sem folytathatod az egzatlant.